Bár a táncosokon nem látszik, de a vadvirág is korosodik. Utoljára 2016-ban volt ünnepi gálájuk. 2 éve lett volna aktuális a megalakulás 40 éves jubileuma. A Vadvirág Néptánc Együttes 5 évente tartja meg nagy ünnepi műsorát. Ugye 2 évvel ezelőtt kellett volna a 40 éves évfordulónkat megünnepelni, de sajnos a vírushelyzet ezt nem tette lehetővé, és nyilván fel is kellett készülni, ezért most lesz egy 40+2 vadvirág gála est, melyre minden érdeklődött nagy szeretettel is hívunk és várunk. A gála estet ebben az évben június 4-én este 19 órakor tartjuk a Városi Sportcsarnokban. A gála tehát június 4-én lesz a Nemzeti Összetartozás napján. Úgy gondoltuk, hogy testvérvárosainkból is hívunk meg táncosokat, így Felvidékről, Ógyalláról a Bellő Néptánc Együttes fog érkezni. Meghívtuk a Viski kárpátaljai táncosokat is, de sajnos ők a háborús helyzete való tekintettel nem tudnak részt venni itt nálunk ezen a műsoron. Ez nagyon nagy szívfájdalmunk, mert mi is voltunk náluk, és nagy szeretettel fogadtak bennünket, de innen is üzenjük nekik, hogy velük vagyunk szívvel, lélekkel, mindenféleképpen. És akkor van a városi ünnepség is, és koszorúzni szeretnénk természetesen a táncosokkal együtt, úgyhogy ezt egy nagyon szép nyáresti programnak gondoljuk. A Vadvirág 1981-ben alakult Bán Éva vezetésével. A csoport aztán egyre népesebb és egyre profibb lett, mára-már az utánpótlás intézményi háttere is biztosított. Természetesen az utánpótlás, de a felnőttek is fellépnek majd a gálán, valamint visszahozzák a cselédkorzót közkívánatra. Cselédkorzót még mindig nagyon sokan emlegetik, hogy nagyon sokat néznék ezt a produkciót, tehát a cselédkorzó műsorunk is színpadra állítódik. Nyilván teljesen új szereposztással, hiszen azok a táncosok, akik akkor ott gyerekek voltak, azok ma már öreg vadvirágosoknak mondhatók. Ezen felül vendég táncosaink is lesznek, illetve hát ha sikerül, akkor régi táncosok is visszaköszönnek hozzánk. Nyilván mi mindig várjuk nagy szeretettel a volt vadvilágos táncosainkat, és velük is készülünk egy produkcióval, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas programunk lesz ez. Körülbelül milyen hosszú előadásra számíthatunk? Hát általában mindig olyan 2x50 percben készülünk, aztán mindig hosszabb lesz, mert még ez is, meg az sem maradjon ki, és a közönség tapsait általában megköszönjük, tehát az is húz a műsoron. Hát egy jó 2 órás, bő 2 órás programra készülünk egy szünettel. Müller Zoltán művészeti vezető örömmel számolt be arról, hogy jól haladnak a próbák. Nagyjából olyan 150-200 főre lehet tenni az utánpótlás csoportokkal együtt az öregek, szeniorok, úgymond szeniorokkal, óvodás, korcsoporttól végül is egészen a nyugdíjasig mindenki látható lesz, így az együttes keretein belül. Kárpát-medencéből elég sok minden meg fog villanni, úgymond. 2 szerkesztett, mindegyik fél időben lesz egy-egy szerkesztett táncínházi darab, illetve ezen felül az utánpótlások, csoportok, különböző tájegységek táncait fogják bemutatni, illetve a szeniorok is. Tehát nagyon színes lesz a paletta. Most ezt felsorolni sem lehet, azt gondolom, mert egészen Nyugat-Magyarországtól szinte Kelet-Erdélyig minden megjelenik itt a Kárpát-medencéből, a magyarság táncaiból. A jubileumi gála ezúttal is színvonalas programnak ígérkezik. Szeretettel várják a néptánc iránt érdeklődő közönséget.